Jó. Na most, most jönne az, ami szövegszerkesztésben a szöveg beillesztése, bár ezt hamarabb is megtehettük volna, de most kezdünk hozzá. Először is elő kéne készíteni neki a helyet, mert ide csak úgy pusztán a bodyba nem illik beletolni a szöveget, tehát ugye itt a body, amit mi már ismerünk, és itt vannak egyébként a beállítások, amiket megnéztük, tehát például itt a title, hogy szövegegységek, ezt állítottuk be ott a menüben. Itt a body, aminek adtunk egy csomó tulajdonságot, méghozzá itt az ismerős background color is, BG color, csak nem direkt tulajdonságként, hanem úgynevezett stílusként meghatározva. És itt a body, ahova a szövegnek érkeznie kellene. Csak hogy mi azt szeretnénk, hogy ez ügyesebben működjön, tehát ezt az üres szöveg helyett mi először határozzuk meg, hogy legyen nekünk egy bekezdésünk, tehát innen a menü, ebből a legörülő sávból válasszuk ki azt, hogy paragraf nálatok, bekezdés. Így van. Már is van egy bekezdésünk a body-n belül, nézzétek meg, és ide fogjuk beilleszteni a forrás txt tartalmát, tehát keressétek meg a forrás txt-teket, Ctrl-A, Ctrl-C, be is zárhatod, és ide pedig Ctrl-V-vel beilleszthetjük. Én törlöm ezt az üres részt mellé. És a beillesztés a tulajdonképpen a szövegbevitelnek felel meg a szövegszerkesztésben. Nem csak, hogy beillesztem, hanem még be is tördelem a megfelelő sorokra, tehát hajrá, gyorsan próbáljátok meg utánam csinálni, tehát szövegegységek, mint ahogy Word-ben csináltuk, Enter. Karakter után, Enter. Karakter előtt, karakter után, Enter. Bla, 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 szöveg, szöveg, szöveg. Itt a szó a következő szövegegység. Egyébként ugye ezt már megbeszéltük szövegszerkesztésben, hogy ezek azok a formázható egységek, bár itt például pont a mondat az, ami nem formázható szövegegység, hanem egyszerűen csak a helyesírás ellenőrző által kezelt rész, és a pontot, az írásjeleket, a pontot, felkiáltójelet, kérdőjelet figyeli maga az automatikus korrekció, illetve a helyesírás ellenőrző, és javaslatokat tesz. Tehát a mondat az nem igazi szövegegység. A fejezet itt igazából nem sok értelme van maga a webszerkesztésben, bár a HTML5-ben van ilyen, hogy section, és ez megfelelhet akár a fejezet résznek is, és a fejezet után jön a dokumentum, vagyis maga az oldal, és ígyni. Tehát ezekre az egységekre tördeld be a szöveget, mentsd el, és utána majd nézzük is meg. Hogyan tudjuk megnézni? Hol van? Kihagytam a bekezdést? Jaj, dehogy nem. Köszönöm szépen. A mondat után tényleg a bekezdés fontos, hiszen pont azokat alakítjuk ki éppen a bekezdést. Köszönöm, Tamás. Tehát a bekezdés is ott van, mint formázási egység. Na akkor most újra elmentem. Na most ami az érdekes a dologban, hogyha elmegyünk a saját homekönyvtárunkba, és az elmentett szövegegységek fontos, az elmentett szövegegységekre duplán kattintunk, akkor a weboldalunk jelenik meg igazából a már formázott tulajdonságokkal, tehát gyakorlatilag van egy olyan szövegegységek HTML oldalunk, amit a böngésző jelenít meg, méghozzá a megfelelő utasításoknak megfelelően. Azért kell elmenteni minden egyes formázás után, ha meg akarod tekinteni, mert a böngésző olvassa magát az állományt, tehát ha nem mented el, akkor nincs mit olvasnia, tehát nem tudja megjeleníteni. Na tehát, itt vagyunk, készen vagyunk ezzel a résszel.